Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Csopakfaluból, a sportpályáról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a szombat délelőttön leforgatok nektek egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videót, amit konkrétan innen indítok Csopakfaluból, a sportpályáról. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban, amit konkrétan, ahogy mondottam, innen indítok Csopakfaluból, a sportpályáról. De még mielőtt belevágnánk én ebbe az egész videóba, mindenképp meg szeretném köszönni annak a 741 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig konkrétan fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Köszönöm szépen! És akkor lassacskán bele is vágunk ebbe az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb videóban. Jöjjön hát a videó, tartsatok velem! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amint láthatjátok, amint látjátok, itt vagyok Csopakfaluban, a sportpályánál konkrétan. Ez itt maga a csopaki focipálya tulajdonképpen, sportpálya, inkább így mondom. De ez egy rendes focipálya egyébként mellesleg, amint láthatjátok ezen a felvételen, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És így néz ki a csopaki sportpályának a közvetlen környéke. Az tulajdonképpen így néz ki. Tehát ez itt maga a csopaki sportpálya, a lányok és fiúk, és annak környéke, akarom mondani. És ugye maga a sportpálya, az pedig itt van, tehát ez maga a csopaki sportpálya itten. Ez egy rendes, nem műfüves, hanem élőfüves pálya tulajdonképpen. Tehát nem műfüves pálya, hanem rendes füves pálya tulajdonképpen, amint láthatjátok ezen a felvételen. Hát lányok és fiúk, és így néz ki maga a csopaki sportpálya, az maga így néz ki. És annak közvetlen környéke természetesen. Hát lányok és fiúk, így néz ki a csopaki sportpálya. Hát ő, és amint láthatjátok, bizonyos tekintetben még világítás is van itt a pálya körül. Amint láthatjátok, például ott, tehát azok ott lámpatestek ott fönn, amik ott látszanak. És ugye a sportpálya pedig az maga itt van, tehát ez itt maga tulajdonképpen a sportpálya végül is, a csopaki sportpálya, és ennek a közvetlen környéke pedig így néz ki. Na de, lányok és fiúk, ahogy mondottam, ezt a sétát én csak innen indítom a csopaki sportpályáról. Hát ez egy ilyen random videó tulajdonképpen, ilyen random, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós videó lesz, amit el sem terveztem konkrétan. Ma mai napra egész más terveim voltak videózás szempontjából, nem pedig az, hogy itt a csopaki sportpályát megmutatom nektek. Ma mai napra én konkrétan azt terveztem, hogy én ezen a mai napon átgyalogolok innen Csopakfaluból Balatonarácsra, és Balatonarácson keresztül konkrétan a Kolocska-völgyig elgyalogolok. Ezt terveztem én erre a mai napra, de aztán lehet, hogy ebből nem lesz semmi, mert az időjárás az az igazság, hogy közbeszól, minden, ahogy nézzétek meg ezt az égboltot. És szerintem ez egyértelműen arról árulkodik ez az égbolt tulajdonképpen, hogy itt bizony Csopakfaluba és környékén sajnos igencsak esőre áll az idő, amit láthatjátok. Hát láthatjátok, milyen borongós idő van itt Csopakfaluba és környékén. Hát nézzétek meg ezt az égboltot, hát teljesen konkrétan tulajdonképpen be van borulva. És így nem biztos, hogy én át fogok gyalogolni Balatonarácsra én ezen a szombati napon, és azon keresztül a Kolocska-völgybe, pedig ez volt már a tervem, tényleg ez volt már a tervem, hogy én innen Csopakfaluból konkrétan átgyalogoltam volna Balatonarácsra, és Balatonarácsról pedig kigyalogoltam volna a Kolocska-völgyig. Ez volt a mai tervem, erről szerettem volna videókat készíteni, de sajnos az időjárás, amint látjátok, hát mit nem mondjak, mindjárt leszakad az ég tulajdonképpen, attól félek, hogy bármikor nekieredhet az eső. Így hát több mint valószínű, hogy ebből a sétából, ebből az úgymond túrából nem lesz semmi, sajnos, mert ugye
Ahogy láthatjátok, itt Csopakfaluban és környékén az időjárás az ilyen, ilyen borongós égbolt van, és így nem merek elindulni, túrázni, hogy abban a tudattal, hogy bármikor nekieredhet az eső, tehát így nem merek egyszerűen elindulni, túrázni, pedig tényleg egy nagyon szép túrát találtam kéne erre a szombati napra magamnak, de ebből úgy látom, hogy nem lesz semmi sajnos. Az időjárás véget, mert tényleg azt találtam kéne erre a mai napra magamnak, erre a szombati napra túragyaránt, hogy átgyalogoltam volna, ezt hozzáteszem, hogy átgyalogoltam volna innen Csopakfaluból egészen Balatonarácsig, és Balatonarácsról kigyalogoltam volna a Kolocska völgyig, és ezt szerettem volna én ma nektek végigvideózni, ezt az útvonalat, de sajnos itt az időjárás közbeszólt, így hát ebből valószínűleg nem lesz semmi tulajdonképpen, de ígérem nektek, mihát jobb idő lesz, akár holnap, vagy valamikor a közeljövőbe, akár holnap, vagy a jövő héten, vagy valamikor a közeljövőben, ezt megígérem nektek, hogy meg fogom csinálni azt a videót, mert meg fogom csinálni azt a útvonalat videókban, hogy innen Csopakfaluról el fogok indulni gyalog, egészen át Balatonarácsig, és Balatonarácsról pedig ki fogok sétálni egészen a Kolocska völgyig, de ez nem ezen a mai napon lesz. Valójában erre a mai napra terveztem, de sajnos ebből nem lesz semmi, mert az időjárás, láthatjátok ezen a felvételen, egyáltalán nem kedvez, sőt, bármikor nekieredhet az eső, és így nem merek belevágni én ebbe a sétába, mert nem merek belevágni, de ígérem nektek, mihát jobb idő lesz, akár a holnapi napon, vagy valamikor a közeljövőben, ígérem nektek, hogy meg fogom tenni ezt a sétát, meg fogom csinálni ezt a túrát, hogy innen Csopakfaluból át fogok gyalogolni Balatonarácson keresztül egészen a Kolocska völgyig, de sajnos nem ezen a szombati napon lesz, hanem majd valamikor a közeljövőben, lehet, hogy pont holnap, nem tudom, ez az időjárástól függ, a lényeg az, lányok és nők, ez nem ezen a szombati napon lesz, de viszont, hogy ne maradjunk videó nélkül, így hát én úgy gondoltam, hogy Csopakfalu területén forgatok egy ilyen spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videót. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban, amit konkrétan innen indítok, Csopakfaluból, a sportpályáról, amint láthatjátok, ezen a felvételen konkrétan itt vagyok a Csopaki sportpályánál, és ezt a sétát, ahogy mondottam, én ezt csak innen indítom, az, hogy hol lesz vége ennek a sétának, ez most teljesen random, fogalmam sincsen, valamerre elindulok és kész, és ezt végigvideózom nektek. Tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban. Jöjjön hát a videó, és akkor szépen el is indulunk gyalog méghozzá, arra befelé, a falu felé. Amint látjátok, már el is indultam innen a sportpályától, és akkor szépen, ha már az időjárás így alakult, hogy nem tudok átgyalogolni Balatonarácsra, és azon keresztül a Kolocska völgyig, akkor úgy gondoltam, hogy nem maradjunk már videó nélkül, ha már úgyis elindultam videózni. Hogyha nem is arról készítek videót, hogy innen Csopakfaluból átsétálok Balatonarácsra, és onnan kisétálok Kolocska völgyig, hát így úgy gondoltam, hogy az időjárás, amit látjátok, milyen. Úgy gondolom, hogy Csopakfalun belül csinálunk egy kis sétát, és akkor most erről fogok nektek videót készíteni. Hát tudom, hogy ez tök unalmas lesz, meg ez nektek semmi kedvetek nem lesz, nem is kötelező nézni természetesen ezt a videót. De lányok és fiúk, ha már elindultam, akkor valamit azért alkossak, legalább egy ilyen videót, amit itt Csopakfalu területén rögzítek nektek. A említett túra helyet, mert tényleg erre a mai napra azt találtam ki magamnak, erre a szombati napra, hogy átgyalogoltam volna innen Csopakfaluból át Balatonarácsra, és onnan kisétáltam volna a Kolocska völgyig, és én ezt végig szerettem volna nektek videózni, de sajnos ebből a mai napon nem lesz semmi, mert az időjárás közbeszól, sajnos. Amint láthatjátok, hát nézzétek meg, milyen idő van itt Csopakon, felhős, borongós égbolt, és így nem merek elindulni, az az igazság, lányok és fiúk, így nem merek elindulni egy ilyen nagyobb túrára, hogy abból a tudattal, hogy bármikor nekieredhet az eső, de viszont itt Csopakfalun belül, ha gondoljátok, itt azért teszünk egy kisebb sétát,
Ez amúgy arra felé van a vasútállomás, tehát a vasútállomás az abba az irányba van. Ez itt maga a Kossuth Lajos utca. Bocsi. Csopakfalunak ez az úgymond fő utcája. Abba az irányba van a vasútállomás, tehát a vasútállomás arra felé van, meg a strand is arra felé van tulajdonképpen. Tehát ez itt maga a Csopakfalunak az úgymond Kossuth Lajos utcája, tehát abba az irányba van a vasútállomás, tehát arra felé van a vasútállomás, és a csopaki strand is tulajdonképpen abba az irányba van. És ez itt, ahogy mondottam, ez pedig itt maga a Kossuth Lajos utca, ami így néz ki, tehát arra felé van Veszprém tulajdonképpen, ez itt maga a Kossuth Lajos utca, ez így néz ki. Én pedig onnan jövök, tehát én onnan jövök, tehát abból az irányból jövök konkrétan, tehát onnan jövök, ott van lent a csopaki sportpálya, konkrétan ezt a videót onnan indítottam a csopaki sportpályáról, ami ott lent van. Hát lányok és fiúk, akkor teszünk itt egy kis sétát itt Csopakfalu területén, tartsatok velem. Hát amit látjátok, folytatom is tovább a sétámat, igaz, nem ezt terveztem én erre a mai napra, hogy itt Csopakfaluba, hogy itt Csopakon fogok nektek videót forgatni, mert tényleg nem ezt terveztem erre a mai napra, egész más terveim voltak. Ugye már elmondtam ebbe a videóba már többször is, nem akarom ismételni önmagamat. A lényeg az az, lányok és ők, hogy sajnos az a terv nem jött össze, az időjárás véget. De viszont ha már elindultam, akkor legalább nem maradjunk videó nélkül, én úgy gondoltam, hogy akkor itt Csopakfalu területén készítek egy kisebb ilyen spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videót. És akkor elindulunk még hozzá, átmegyünk oda az út túloldalára, és elindulunk arrafelé. Tehát az ott ugye a Petőfi utca, arra van a községháza is. Tehát konkrétan arra van a csopaki községháza. Tehát az ott szembe tulajdonképpen a Petőfi Sándor utca, ami ott szembe látható. És akkor én szépen lassan el is indulnánk. Mert az autó nem jön, akkor én elindulok. Tehát akkor én szépen átjöttem ide az út túloldalára. És akkor szépen elindulok ezen a Petőfi Sándor utcán arra kifelé. Arra Palóznak falu felé. Hát erről már ugye van videó erről az utcáról, mert van. Nem is egy, nem is kettő, nem jó sok videó van már erről az utcáról. Ugye a Mária útvonalas videót is többek között, ugye, mert ugye a Mária útvonal az tulajdonképpen érinti Csopakfalut, és ugye arról van is videó a csatornámon, nézzétek meg. A egész Mária útvonal végig van videózva, legalábbis a Balatonfüred és Balatonalmádi közti szakasza. Azt végig videóztam a Mária útnak, ezt keressétek meg itt a YouTube, keressétek meg a YouTube csatornámon, és nézzétek meg azokat a videókat, a Mária útvonalról készült videókat. Közben itt tőlem balra már a községháza látható, tehát ez itt maga a csopaki községháza tulajdonképpen, tehát ez itt maga Csopaknak a polgármesteri hivatala, illetve községháza konkrétan. Ugye akadálymentes feljáró is van, tehát akadálymentesítve van, tehát megközelíthető rokkant kocsival is maga a önkormányzat épülete, meg babakocsit is föl lehet ott tolni. És ahogy mondottam, ez itt szembe tulajdonképpen, ez az épület, ami itt látható, ez tulajdonképpen a csopaki községháza, illetve polgármesteri hivatal konkrétan, ami így néz ki. Amit itt láttok ezen a képen éppen, ez konkrétan a községháza itt Csopakfaluba, ami így néz ki. Vagy polgármesteri hivatal, kinek hogy szimpatikus a dolog. Na, és akkor én folytatom tovább a sétámat. Haladunk tovább. Hát itt egy ilyen kis parkszerűség is van itt a községháza körül. Ugye az ott maga a csopaki községháza. Ott van egy kis park is a községháza körül, ott arrafelé van egy kis park is tulajdonképpen. Ez pedig itt ugye, ahogy mondottam, a Petőfi Sándor utca. És ugye, ahogy már azt is elmondtam ebbe a videóba, mert a Petőfi Sándor utcában már nem is egy videót készítettem tulajdonképpen, hanem rengeteget. Tehát rengeteg videót készítettem már itt. Hát nem is ez volt erre a mai napra a tervem, hogy én itt Csopakfalun belül videózok, mert egész más terveim voltak erre a mai napra. Hát ez itt ugye a önkormányzatnak a parkolója tulajdonképpen, ez itt a csopaki önkormányzatnak a parkolója, ami itt látható. És ugye ott van az a kis park, amiről beszéltem, ami itt található a önkormányzat épülete mellett, a polgármesteri hivatal mellett, községháza mellett. Ott van egy ilyen kis parkszerűség is arrafelé, ott bent.
és ez pedig itt egy parkoló tulajdonképpen, és ez pedig itt a Petőfi Sándor utca konkrétan. És most ezen a Petőfi Sándor utcán én úgy gondoltam, hogy elsétálok egy darabon, és közben erről készítek is nektek videót, nem mintha erről az utcáról már nem lenne videó, mert már rengeteg videót készítettem erről az útvonalról, de hát tudjátok lányok és fiúk, nem ez volt a tervem erre a mai napra, a mai napra egész más tervem volt videózás szempontjából, de sajnos az időjárás itten nekem most nagyon közbeszólt, tehát baromira közbeszólt az időjárás, és így nem merek elindulni egy nagyobb túrára, hogy itt lóg az eső lába, hát nézzétek meg ezt az égboltot, hát látjátok, hogy milyen idő van. Hát itt konkrétan, ahogy láthatjátok, bármikor neki eredhet az eső tulajdonképpen, hát nézzétek meg ez az égboltot, hát itt konkrétan bármikor neki eredhet az eső, és ezért nem merek elindulni egy nagyobb túrára, illetve egy nagyobb sétára, így hát teszek itt egy sétát itt a falun belül, illetve ezen a Petőfi Sándor utcán, hogyha már elindultam videózni, akkor már legyen is értelme, hogy elindultam valamilyen szempontból, hogy legalább videó készüljön. Ha már nem tudtam elmenni az eredeti útvonalra, amit én kitaláltam erre a mai napra magamnak. Na tényleg erre a mai napra azt találtam ki magamnak konkrétan. De már elmondtam ebbe a videóba, most ha elmondom még egyszer, szerintem itt előbb-utóbb erre megint kapom majd a kommentet, hogy minek beszélek fölöslegesen, miért ismételem önmagamat, ne beszéljek annyit, miért ismételem önmagamat, miért mondom el százszor azt, amit már egyszer elmondtam. Igen, lányok és fiúk, ez így van sajnos. Nálam van egy ilyen így úgymond probléma, hogy szóismétlő vagyok. Most ez nem azt jelenti, hogy gyagya vagyok, vagy értelmi fogyatékos. Sajnos ilyen vagyok, és ezt így nem is nagyon tudom szabályozni. Konkrétan, lányok és fiúk. De a lényeg az, hogy én erre a mai napra egész más túrát találtam ki magamnak, nem pedig azt, hogy itt Csopakfalu területén sétáljak, mert én erre a mai napra tulajdonképpen egész más találtam ki, csak hát sajnos abból nem lesz semmi az időjárás véget, mert ugye, ahogy már elmondottam ebbe a videóban, és most megint el fogom mondani, és már szinte látom magam előtt a kommenteket, hogy már százszor elmondtad azt, amit már egyszer elmondtál, minek mondod el 200-adjára is? Hát igazatok van teljes mértékiben igazatok van tulajdonképpen. Közben itt mutatok nektek egy panorámát, ha már itt fönn vagyok. Tehát arra felé a Balaton látható. Hát jó, most ebből nem látok semmit, mert elég rossz idő van, meg a fényviszonyok nem is megfelelőek ehhez a videóhoz. Meg ez a kamera egyébként is baromi gyenge. Tehát ezek a fényviszonyok egyáltalán nem jók. Sőt, nagyon durva, és szinte nem is látszik semmi. Hát lányok és fiúk, így néz ki a környék. Na szóval ott tartottam, hogy erre a mai napra nem ez volt a tervem, hogy én itt fogok videót készíteni, hanem mai napra én tulajdonképpen azt találtam ki magamnak, de ebből nem lesz semmi az időjárás véget, hogy mert tényleg ezt találtam ki erre a mai napra magamnak, hogy én innen Csopakfaluból átgyalogoltam volna, ezt hozzáteszem, hogy volna, átgyalogoltam volna Balatonarácsig, és Balatonarácsról pedig kigyalogoltam volna a Kolocska völgyig, és erről szerettem volna videót készíteni, nem pedig erről, hogy itt sétálok a Petőfi Sándor utcában, de hát sajnos itt az időjárás itt nagyon közbeszólt, mert most is, amint láthatjátok ezen a felvételen, tehát nézzétek meg ezt az égboltot, tehát ez szerintem nem is kell ezt külön kihangsúlyozzam, hogy konkrétan itt bármikor leszakadhat az ég végül is, tehát bármikor itt neki eredhet az eső, és ezért nem mertem tulajdonképpen elindulni egy nagyobb túrára, mert tényleg egy nagyobb túrát szerettem volna én ezen a mai napon megcsinálni, de hát itt az időjárás sajnos nem kedvez nekem. De ígérem nektek, hogy meg fogom csinálni arról az útvonalról a videót, valamikor a közeljövőben, lehet, hogy a holnapi napon, lehet, hogy a jövő héten, de a közeljövőben mindenképpen meg fogom csinálni, azt az útvonalat végig fogom videózni, és látni fogjátok azt, hogy innen Csopakfaluból hogy lehet átgyalogolni Balatonarácsra, hogy lehet átjutni melyik útvonalon, és hogy Balatonarácsról hogy lehet kijutni a Kolocska völgyig. Tehát erről majd lesz videó, ezt ígérem nektek, de nem ezen a mai napon, de a közeljövőben biztos, hogy fogok erről videót készíteni, ez szinte 100%. De hát lányok és fiúk, az nem ezen a szombati napon lesz, hanem majd valamikor a közeljövőben. Úgyhogy lányok és fiúk, akkor közben haladunk is tovább.
itt Csopakfalu területén, ezen a Petőfi Sándor utcán. Hát tudom, hogy ez nektek már baromi unalmas ez az egész, mert hogy erről az útvonalról már nem is tudom hányfajta videó van a csatornámon, már nem először sétálok ezen az útvonalon. Ugye, amikor csináltam a Mária utat, ugye akkor is sétáltam ezen az útvonalon, amikor csináltam az olasz Riesling tanösvényről a videót, akkor is sétáltam ezen az útvonalon, meg most is itt kóvájgok konkrétan, de csak tényleg csak azért, hogy valami videót csináljak, tehát tényleg csak azért csinálom ezt a videót, hogy legyen már, hogy ne legyen az, hogy elindultam és hogy nem csináltam semmit tulajdonképpen. A lényeg az az, lányok és fiúk, hogy ahogy ígértem, tehát természetesen fogok arról az útvonalról videót csinálni, amit én erre a mai napra találtam ki magamnak eredetileg, de hát sajnos itt az időjárás nekem most nagyon bekevert, és így abból a túrából, amit eredetileg terveztem, abból nem lesz semmi, de ígérem nektek, hogy meg lesz, tehát meg fogom csinálni azt a túrát, tehát mindenképp meg fogom csinálni a közeljövőben. Addig pedig kérem a türelmeteket és a megértéseteket, de nyilván ti se indulnátok el egy olyan időjárásba, egy nagyobb túrára, amikor szinte látható, mert láthassátok ezen a felvételen is, hogy konkrétan itt Csopakfalu környékén baromira be van borulva az égbolt, és szinte érezni lehet, hogy itt bármikor leszakadhat az ég tulajdonképpen, és nekieredhet az eső. Hát az az igazság, hogy nem a legszebb idő van, de viszont egy előnye van ennek az egész időnek, hogy viszont nincs olyan pokoli meleg, mert ugye nem süt a nap ugye a felhők véget, illetve az véget nem, hogy be van borulva az égbolt. Hát lányok és fiúk, ezért bocsánatot kérek tőletek, hogy azt a útvonalat most nem tudom nektek végig videózni, amit én eredetileg terveztem erre a szombati napra. Ezért bocsánatot kérek tőletek, de ígérem, ahogy mondottam, ígérem nektek, hogy meg fogom csinálni azt a túrát, tehát mindenképp meg fogom csinálni azt a túrát, és lesz is arról majd videó valamikor a közeljövőben, lehet, hogy pont a holnapi napon, vagy a jövő héten, vagy a következő hét, vagy a jövő hétvégén, de a lényeg az, hogy a közeljövőben mindenképp meg fogom csinálni azt a túrát, és majd látni is fogjátok a YouTube csatornámon, csak nem ezen a mai napon, hanem majd valamikor a jövőben, a későbbiekben. Na, lányok és fiúk, közben szépen haladunk előrefelé, itt a Petőfi Sándor utcában, itt Csopakfalu területén, amúgy ez mellesleg a Mária útvonal is erre vezet tulajdonképpen, meg ugye az olasz Riesling tanösvény is konkrétan ezen az útvonalon van, de hát ezt ti nagyon jól tudjátok, hiszen erről már készítettem videókat a korábbiakban, és azok a videók természetesen meg is tekinthetőek a YouTube csatornámon, nézzétek meg őket, köszönöm szépen. Nos, lányok és fiúk, azt hiszem egyelőre ennyi lesz ez a videó, és most megköszönöm majd a figyelmeteket lassan, és elköszönök tőletek, és ígérem nektek, hogy hamarosan jelentkezek újabb videókkal, hamarosan. Az, hogy mikor, meg hogy milyen témában, azt még nem tudom, de a lényeg az az, lányok és fiúk, hogy amit én elterveztem erre a mai napra, eredetileg azt az útvonalat, tehát mindenképp meg fogom csinálni azt az útvonalat, végig fogom videózni, és majd látni fogjátok, de ez nem ezen a mai napon lesz. Na, lányok és fiúk, a lényeg az az, hogy ez a videó ez egyelőre ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, és akkor lassan, de biztosan el is köszönnénk tőletek, és megköszönném a figyelmet, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok, és akkor jöjjön hát az elköszönés, és akkor találkozunk majd egy következő videóban, és így néz ki a környék egyébként, tehát így néz ki maga a környék, és itt fogom lezárni ezt a videót. Hát lányok és fiúk, ott a háttérben a Csákányhegy látható, tehát az ott a Csákányhegy a háttérben tulajdonképpen, és itt most meg fogom köszönni a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok, jöjjön hát az elköszönés, csak fölhúzodok erre a kaszálóra, amit látjátok, itt már lekaszálták rég a füvet, sőt már be is bálázták a szénát. Hát lányok és fiúk, akkor jöjjön hát az elköszönés, és akkor most megköszönöm a figyelmet, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok.
Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videó volt, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! Nos, lányok és fiúk, akkor ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. De még mielőtt elköszönnénk, mindenképp meg szeretném köszönni annak a 741 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig konkrétan fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Köszönöm szépen! Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, konkrétan 741-en fő vagytok iratkozva az én kis YouTube csatornámra, amit én természetesen nagyon szépen köszönök nektek. Nos, lányok és fiúk, akkor ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszont hallásra, a viszont látásra. Üdvözlettel, Frici, Csopakfalu határából. Sziasztok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Találkozunk majd egy következő videóba. Sziasztok!